Kidöglöttél, Szkotika? Meleg van, mi? Került a kocsiba APRS, ami azt jelenti, hogy lehet Google Maps-os térképen nézni, hogy éppen merre járok az autóval. Itt van benne a csomagtartóba, ez maga az egész cucc. És akkor a rádió, ami sugározza a pozíciót, az pedig itt van. Az az egésznek a lényege, hogy ez a cucc ez GPS-ről veszi a koordinátákat, és rádión kisugározza, amit amatőr rádiós átjátszók vételeznek, és az internetre közvetítenek. És akkor itt a kocsin látható a két antenna, ami szükséges hozzá, a GPS antenna, és az pedig a rádiónak az antennája, amin kimennek a koordináták. Ez itt a Tiny Track, ami a kódolást végzi, a GPS modul, ez pedig a tápnak a relés kapcsolója. Úgy van megoldva, hogy ha gyújtás van, akkor folyamatosan 15 másodpercenként sugározza a jelenlegi pozíciót, a modul, és hogyha leveszem a gyújtást, akkor még 2 percig fél percenként adja a pozíciót egy másik ikonnal a térképen, és akkor a rádió az meg ott van benne, ez ide hozzá van rögzítve ide a padlószőnyekhez, és akkor nem csúszkál a rádió. Ez a Grundig FK 105, és 14 watt kimenőre van most tekerve. És akkor most itt a soros porttal rácsatlakoztunk a Tiny Trackre. És akkor itt van a komoly setup. Ez egy ilyen régi laptop kijelző nélküli, mert ezen még régi a soros port, és tudom vele programozni a Tiny Tracket. A másik laptopon meg internet van, mert ebben meg nincs wifi, tehát itt most itt két gép kell az, hogy itt tudjak valamit csinálni. Viszont kell adni gyújtást, mert már kikapcsolt a Tiny Track. Adjunk egy picit. Lehet hallani közben itt a rádión, hogy adásra kapcsolt a Tiny Track. És akkor itt lehet állítgatni a dolgokat ezzel a Tiny Track programmal.